az idő. Időreket. Az idén nagyon rendesek voltak, mert többet adtak 20 perccel. Úgyhogy, na, menjünk tovább. Na, tehát az ugrost kiszorítja a gyújtás divat. A ugros helyett az új zenére, az új táncdivatnak a zenére létrejön magyaroknál, románoknál ez a világ csodája. Itt el akarom megint csak egy ilyen sztori, hogy Kalóz Zolival Bérán hosszú évekkel ezelőtt leültünk és néztük a bált, és a szünetbe ugye a legényeseket a szünetbe táncolják, egész Erdélyben románoknál is. A szünetben táncolják, a szünetben elkezdtek a legények táncolni, és nézegettem, egy idős néni ült mellettem, és mondom neki, tessék mondani, melyik a legjobb táncos? És azt mondja, tanár úr, az a legjobb táncos, aki a levegőt a lábával legszebben csipkézi ki. Nem hagytak szégyenbe a szem. Nem hagytak szégyenbe. Kérem szépen, a tánc, amelyik jön, és amelyik elsöpörte Erdélyben a szálterület, és nem jön be Magyarországra a török uralomnál, nálunk a Dunántúlon, Tisza közén megmarad még az ugros tánc, ezt úgy hívták, hogy dréhtánc, tehát forgos tánc. A dréher nem tudom, a dréher az ugye a magyar régi kifejezés az esztergályosnak is, dregus volt. Dregusnak hívták, tehát átvették. Tehát a dréhtáncok, tehát a forgos táncok divatja volt, és ez valahonnan Észak-Németország és Flandria, a jelenlegi Belgium és Hollandia területéről jön, és óriási divat, ez a nagy festészet, holland festészet idejében volt, úgyhogy azt hiszem, mindjárt megnézem, hogy menjünk tovább, hogy megmutatjuk, igen. Előtte még hadd mondjam el, hogy azt hiszem világos, hogy ez a divat, ez összefügg a barokkal. Ez egy óriási forradalom, a barokkor pedig összefügg az ellenreformációval. Hogy akarják visszacsalni református hitre áttért embereket valami óriási pompával. Egyszer csak elképesztő díszítés jön létre, nem csak zenében. Nézzük meg egy barokk templomot. Tessék megnézni, agyon van díszítve, van aki szereti, van aki nem, és amit nagyon sajnálok, hogy nagyon sok helyen a gyönyörű, a katolikusoktól átvett régi stílű román és gótikus templomokat is telerakják ebben az agyon díszítettséget. Füllettek lettek a képek, a Murillo szentképein, a felhők fölött ilyen angyalkák néznek ránk, és egyébként, tehát mindenképpen valami csodát kell mutatni az embereknek, hogy jöjjenek vissza a hitünkre, tehát a katolikus hitre. Na most a táncok azok gyönyörűek, szintén táncmesterek tanítják be, és elterjed magyaroknál és románoknál, még egyszer mondom, csak Erdélyben. Na most megmutatunk három változatot. A gyimesi csángok, nem mondva itt, a gyimesi csángoknak a lassú és sebes magyarost, aztán utána majd mondom a többit. Tehát gyimesre járunk. Ez a legarhaikusabb formája, tényleg forgos tánc. Majd utána mutatok képeket és nyugati képeket. Thank you.
Délután elhívja, mert általában egy hegedűs, egy kardonos, mint itt. Már délután oda jöttek, és akkor kezdtek játszani. Most a gardonnak a hangja az elment több patak felé, és akkor a kint dolgozó fiatalok hallották, és mondták, hogy hát szép patakon lesz a gyűlés. És akkor este mentek is szép patakra. Na most a kultúrban is ugyanúgy táncoltak, mint itt látok, egy ropogtatott itt egy fiú, és akkor ezt úgy csinálta, önkéntelenül, mint a gyímes középlokon, amikor a kultúrban vannak, vagy pedig ha kint a szabadban voltak, mindig a zenész előtt ropogtak, mindig csak egy fiú, a többi forog, de az az egy fiú ropogtat a kultúrban, havonta kellett a padlót kicserélni, mert rituálisan csak azon a helyén verték szét a padlót. Ott pedig gödröt taposztak a földbe, gyönyörű szokás egyébként, és hál' Istennek van, aki fenntartja ezt a kultúrát, gyímes középlokon és környékén, még mindig él a hagyomány, ahogy illik. Persze már valaki irányítja, de él a hagyomány. Na most nagyon fontos lenne, hogyha megmutatnánk egy román változatot a Nagy Sajorról. Ez, hogyha megyünk a Szamos völgyén Beszterce felé, akkor lett délre felé van a Szamos, a Sajó völgye, és onnan származik egy, azt úgy hívják, hogy Ömbörpita. Vagy csináljuk először a maroszékit? Hát, jó. Na most melyiket? Román. Sajó. Jó. Ömbörpita forgatos. Lefordítva. Thank you.
akkor azért fordítottak meg, mert a következő többen táncoljátok, és ugyanúgy mind a kalocca, ezért mégiscsak látványosabb. Sóvidék, ez Korond környékén nagyon-nagyon divatos, ez a forgos vagy marosszéki, ahogy hívják, és hál' Istennek nagyon sokáig fennmaradt, úgyhogy gyakorolták a lakodalmat most a bálomban. Nézzünk meg akkor egy marosszékit, azaz forgatós. Amiket mondtam erről a barokkorról. Ha van parasz barokk a világon, akkor ez körülbelül ez. Ez a spekulatív német gondolkodás, hogy egy kicsit benne van, de azért szeretjük, semmi baj nincsen, mert gyönyörű tánctípot. A tánctípot is látjuk, hogy a román változat is mindenütt ez a forgas jellege a dolognak fennmarad. Azért a régi időkből, Nyugat-Európából mutatok képet. Lássuk a következőt. Tessék. Pontosan lehet látni, hogy ez csak forgas tánc lehet. Ez a nagy német alföldi festők idejéből, ez nem az, nem Bruegel vagy valaki, de abból az időből van.